Sziasztok srácok! Mint tudjátok, Baskan államjárt, felvettünk egy videót, de olyan jól beszélgettünk, hogy két rész lett belőle, az NBA kultúráról, az NBA sneakerekről, igazából a legjobb sneakerekről, amit mi valaha az NBA pályán láthattunk, és hogyha az első rész tetszett, ez a második még jobban is fog tetszeni szerintem, úgyhogy fogadjátok szeretettel, és csekkoljátok, nézzétek! Én Double T voltam, mindjárt Double T leszek újra, úgyhogy nézzük! Na most át is lépünk a modern cipők világába, amik már sokkal inkább a jelenlegi innovációkhoz köthetőek. Egy Curry van a képet hoztam most el, szerintem egy nagyon király cipő. Ugye Curry is már egy olyan személyiség, egy olyan játékos, aki lehet, hogy az új Jordan lesz egyszer, mert egyszerűen őrület, hogy mit hoz, és ugye te is egy Golden State rajongó vagy, hogyha ezt lehet így mondani. Lehet és nem lehet. Szerintem egyébként Curry sok szempontból nem fogja megközelíteni Cam Jordant, viszont szerintem sok szempontból már lehagyta. És már egyszer erről beszéltünk még Szaniszló Csabival az egyik podcastünkben, akkor eléggé megköpködtek minket érte, de aztán nem sokkal később hallottam Zach Lowe szakíró és Jack McCallum írónak egy beszélgetés, és Jack McCallum most adott ki egy könyvet, ami a 72-es Los Angeles Lakers, Jerry West-tel, Elgin Baylor-ral, meg Chamberlain-nel és a tavaly előtti Golden State Warriors hasonlítja össze. És ők beszélgettek arról, amit én is akkor próbáltam kifejteni, hogy Michael Jordan igazából finomította azt, amit korábban látott. Például Dr. J-től, vagy Maravich-tól, vagy a korábbi nagy sztároktól. Picivel nagyobb hangtime-mal, picivel durvább munkamorállal és egy elképesztő belső drive-val. Ezzel szemben Steph Curry az egész NBA, az egész kosárlabdázást forradalmasította, és ezzel viszont szerintem Jordan előtt lesz, és maradni is fog. Úgyhogy én őt szeretem emiatt nagyon. Nagyon sokan szokták kérdezni, van-e kedvenc csapatom. Olyan szinten kedvenc csapatom nincsen, de 25 éve dúrkolok a Philadelphia 76ersnek, és én picit így meg is mosolygom azokat, akik így élnek. Tehát az, hogy valaki mondjuk a 9. kerületben született és fradista, azt így meg tudom érteni, mert persze apukája kivitte. Az, hogy tőled 6000 kilométerrel lévő városokhoz kötődj úgy, mintha ott nőttél fel volna, és akkor a kedvencem az, amikor többes szám első szemében nyertünk az éjjel, ennyit dobtál. Szóval ilyen nincsen. Nekem volt kedvencem Penny Hardaway, nagyon sokáig szerettem Steve Nash-t, akkor a Suns volt a kedvenc csapatom, de igazából Nash miatt. És most nagyon szeretem Curryt, és emiatt nagyon szeretem a Golden State Warriors-t is, úgyhogy elég sok Golden State Warriors-t tudcom is van. Igen, amit el is hoztál, úgyhogy mégis tudunk ennél a pontnál is egy cipővel szolgálni. Hát ez egy egészen új szerzemény, ezt a magyar Converse-től kaptam ajándékba. Ugye a Converse megvette a Nike, a Nike pedig idei évtől kezdve az NBA kizárólagos textil forgalmazója, vagy ilyen szponzora, aki ugye még kaphat erre jogot a Mitchell Ness, aki főleg a retrokkal, és ott ugye az NBA Nike Converse, és ott az a casual vonalban kijöttek ezek a cipők. Ez a basic vonal, de vannak olyanok, amik például mez anyagból készülnek, tehát azok már nem normális áron vannak, az ilyen 180-200 dollár, de ugyanez a csákos vonal, és itt választhattam a Magyarországra érkezett négy modell közül. Színben a Bulls-os jobban tetszett, de hát így is már megköpködnek, hogy mekkora bandwagon vagyok ezzel a Warriors-szal. Még ezt tetéztem volna azzal, hogy még ráadásul még a divat, meg a színek azok még felülírják, aztán végképp dráma lett volna. Úgyhogy ez a Golden State Warriors az életem első Converse-e, de egyébként bírom, szerintem egyébként helyesen, úgyhogy ez az egyik ilyen. Igen, most így tök érdekes, hogy a Converse újra mennyire kezd visszajönni úgy, mert ezzel a kosárlabda terére is, mert hogyha megnézzük, az első kosárlabda influencer Chuck Taylor volt, ő maga még akkor, és övék volt talán az egyik első forradalmi kosárcipő, pont ez a Chuck Taylor Converse. És egyben játszottak 2,5 méter magas emberek, és ugrottak, és futottak 82 meccset. És ugye ez már a kettes Chuck, ugye ez már Lunar talpal van, meg akkor azért más volt teljesen. De hát ez elképesztő, hogy mivel játszottak. Igen, és aztán tök furcsa, hogy mennyire hirtelen így ki is hátráltak valahogy a kosárlabdából, és utána nem jött a Converse-ről egy... A Converse-nek volt egy nagyon jó ideje, amikor én elkezdtem kosarazni, akkor a
Kevin Johnson a Phoenix irányítója, meg Larry Johnson a Charlotte Hornetsből volt a szponzorátjuk, és ő neki voltak reklámja, hogy nagymamának költözött, és a grandma, hatalmas fényfoga volt a csávónak, és ő játszott el mindig a nagyit, aki zsákolt ezekben a konverzekben, és az volt a nagy királyság, hogy nem légtalp volt benne, hanem egy sárga zselé, ez a React Gel volt benne, és az, ahogy összenyomódott, amikor rájöttél, az rúgott vissza. Aha. Szóval ők nagyot mentek, és amikor VD-k jöttek az NBA-be 2003-ban, akkor azt a rookie class-t, azt eléggé levadázták, Chris Bosh is talán Converse-ös volt, meg VD is, és aztán valószínűleg jöttek a pénzügyi gondok, már nem volt annyi pénzük, és aztán amikor Nike felvásárolta őket, akkor meg már értelemszerűen az összes nagy sztár az már a Nike-hoz ment. Igen, persze. Na de most a más is, ami Borjózos. Na de más is van még itt, ami igen, szerintem őrületesen bűvő. Azt szoktam mondani, hogy azért kell az embernek szép meg ritka cipőket hordania, meg szép meg ritka sapkákat, mert hogyha fölül meg alul jól nézel ki, az a felejthető középső részről elvonja a figyelmet, ugye? Hú, de jó sapka, hú, de jó cipőt, közép vagy pufi vagy senki nem. És így jöttek a sapkák, és hát valahogy a Warriorsból lett a legnagyobb gyűjteményem, uh-huh, amit most elhoztam mindet, de igazából egy-kettőt szeretnék megmutatni, ami a szívemhez nagyon már közel áll. Ez, erről lesz mit mesélni. Igen, tehát ő az egyik, tehát ez az Uber strici, ezt San Franciscóban vettem, egy ilyen hatalmas, ugye Leedsnek hívják a legnagyobb ilyen sapka boltot. Azt mondták, én az első nem afroamerikai, aki ilyet vesz, de egyébként nem. De ami a vicces volt benne, hogy nem tudom mennyire látszik, így próbálom kicsit közel tartani, hogy a csávónak volt sablonja az összes Golden State Warriors játékoshoz. És ott még 13 dodóért Steph Curry aláírást felhintett rá egy fél óra alatt, és akkor visszavittem, és akkor ez így van. Szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon durva ez a sapka, ezt nagyon szeretem. Van former anyagból készült sapka, ami azért nem viszonylagosan ritka, de mégsem hozza azért ezt a kamionos hatást, ez is a Warriors-tól. Ez az egyik kedvencem. A The City, ugye most ez ugye Oaklandre, illetve San Francisco-ra vonatkozik a The City, és most jött ki az új spéci Nike-m, ez ami a The Town feliratot kapja, és Oaklandre reflektál. Ezt azért szeretem nagyon, mert ez is egy City feliratú, mert ezt nem Amerikából nem lehet Magyarországra New Era sapkákat rendelni. Európába pedig a választéknak a töredéke ér ide. Ez a sapka, ez úgy jött meg, hogy mondok jobbat, magyar hitelkártyával nem tudsz fizetni a New Era boltban. Tehát én egy Amerikában élő ismerősömnek utaltam pénzt, hogy ő az amerikai kártyájával megrendelje. Ő Philadelphiában lakott, és egy ügyfelem, egy reklámügynökségnél dolgozom, egy ügyfelem ment ki Amerikába, ezért az ismerősöm elküldte Philadelphiából Las Vegasba postán a sapkákat, és ő hazahozta nekem. Mire idejöttek, annyiba kerültek, hogy itthon vettem volna meg, de ez mondjuk nem jön veled szembe bárhol. Hát mit megnőtt az ember egy sapkáért? Igen, igen. Őrület. Ami szerintem a sneakeredeknek tökre elképzelhetetlen, hogy egy sapkáért. Embereknek meg elképzelhetetlen, hogy sneakerekért mekkora dolgok mozgó. Ez a leghitványabb sapká, ami van, viszont ezt ingyen adták San Franciscóban, amikor az Oracle-ben Golden State Warriors meccsen voltam. Úgyhogy ez azért emlék, soha nem is volt rajtam, soha nem is fogom felvenni, ez egy kicsit ilyen kamionos feelingjük. Van egy csomó, amit a Rep City-től kaptam, mert látták, hogy Warriors őrült vagyok. És akkor most már végére érünk a sornak. Hát ez az egyik, amit nagyon szeretek. Ez egy full kötött, tehát gyakorlatilag ilyen tavasztól őszig hordható. Ezt New Yorkban, Times Square-en, majd hatalmas Leeds, ezt ott vettem. És a mai napig a kedvencem kicsit ilyen keleties hatású abszolút a sapka. Ez nagyon király. Igen, nekem nehéz is sapkát vennem, mert orbitális méretű fejem van, tehát a 7,58-os sapkákat hordok, és 8-ig gyártja egyébként a New Era. És ő az utolsó, ő azért érdekes, mert ugye ez nem a Golden Gate híd, sokan azt gondolják, ez a Golden Gate híd, nem ez az Oaklandi híd, ami átvezet San Franciscóból Oaklandbe. És ezt a Oracle-ben vettem, ugye a jelenlegi arénájában a Golden State Warriorsnak, azon az éjszakán, amikor Steph Curry megdöntötte az egy meccsen dobott tripla rekordot. NBA meccsre menni tök nagy élmény, de 10-ből 8 meccs nem jó. Tehát, hogy
élőben messze nem olyan izgalmas. De amikor hazai pályán ez a nem normális megdönti a rekordot és dob 13 triplát, az így most is kiráz tőle a hideg. Szóval ez a sapka ez azért marad meg velem mindig, mert ezt azon a meccsen vettem. Hány meccsen volt eddig? Nem sokon. Kétszer voltam Warriors meccsen, San Franciscóban voltam, 3 Knicks meccsen New Yorkban, pár európain, 3 All-Star gálán. Abban bízom, hogy valamikor még egy döntőre sikerül eljutni. Hogy lehet mondani, hogy lassan igazából a Golden State Warriors ugye a legfelkapottabb csapat lett, nem csak Amerikában, hanem mert itt is Európában azok között, akik követik ezt a sportágat. Rajongók között ott van például Neymar, a legendás brazil focista, vagy MC Hammer, az ikonikus, legendás zenész. Szerinted te még úgymond a hype előtt lettél Drucker, vagy csak akkor, amikor megvan? Nem, én abszolút ilyen szempontból bandwagon vagyok. Tehát amikor meghallgattam, amikor bajnok lett a Golden State, a szezonbeharangozó podcastünket, nem is nagyon beszéltünk a Warriorsról. Annyira elképesztő volt és váratlan volt, hogy ők edzőt váltottak azon a nyáron, ugye Mark Jackson ment, Steve Kerr jött, hogy annyi dolognak kellett történni, hogy ez a csapat oda előre lépjen, amire sokan nem számítottak, és nekem a gyermeki örömet adta vissza a Golden State Warriors, tehát hogy van ilyen, hogy így lehet dobni a triplát, amikor elkezdték Klay Thompson meg Steph Curry 9 méterről dobni ezeket, meg Draymond Green-nek ugye második körös pick volt, és bedolgozta magát a kezdőcsapatba, és tavaly már égvédő játékosa lett, az, hogy André Iguodala eljön Denverből a kispadra, azért, mert látja a víziót, ez egy nagyon okosan összerakott csapat. És az, hogy tavaly oda jött Kevin Durant, az annak nem örültem, de aki bárkit megvádolna a saját csapatával szemben, hogy bezzeg, hát milyen szemétszer Golden State, tessék így csapatot építeni. Ez a csapat, ez darabról darabra tökéletesen lett összeépítve, és pont összejött egy olyan nyár, amikor annyit jött a fizetési plafon, hogy bevért alá egy Kevin Durant. Na de el is érkeztünk az utolsó cipőhöz, egy nagyon megosztó cipőhöz, akinek a létrehozója is igazán megosztó, és az egész családja. Pontosan Lonzo Ballékről beszélünk, a Ball Family-ről. Neked mi a véleményed róluk? Mert mint őrületes, hogy tényleg milyen márkát építettek maguknak, akár az egész család köré, mert van saját emoji alkalmazásuk is, Facebook show-juk is van. Te mit gondolsz róla? Nem tudom, hogy pontosan melyik kifejezés a jó rájuk, ugye? A könyvedben te is írsz olyan márkákról, akik ilyen disruptorok, és felrúgják az addig üzleti Igen. modelleket. És ha mondjuk példát kéne hoznom, akkor én mondjuk Stephen Marbury-t sokkal inkább hoznám, nem tudom, az ő sztoria mennyire van meg neked. És Stephen Marbury, akkor tévénéző gyerekeknek mondom, ugye az NBA egyik All-Star irányítója volt, akinek pont azzal lett tele a hócipő, hogy ő látta azt, hogy az édesanyjának mennyit kellett catchelni azért, hogy egy új cipőt kaphasson. Igen. És azt mondta, hogy neki ebből elege van, és ki fogja hozni a 30 dolláros kosárcipőt. És van erről egy zseniális podcast, a Planet Money podcast, ami a Starbury-vel foglalkozik, mindenkinek javaslom meghallgatásra. Megtalálta hozzá a partnereket, megtalálta hozzá a gyárat, és kihozta a 30 dolláros Starbury-t, és ketté vágták késsel. És megnézik, azt mondja, hogy figyelj, látszik rajta, hogy nincs benne annyi technológia, de egy tök jó cipő. És Stephen Marbury abban játszott NBA meccseket. Szóval ez disruptor. És én nagyon becsülöm ezért. Viszont amire a Ball család megpróbál ráállni, az meg pontosan a sneaker biznisznek az a része, amivel én meg nem tudok azonosulni. Ami a hiánygazdálkodásra épül, a mesterséges túlárazásra épül, ami arra épül, hogy egyébként bizonyos, akár még drága cipők is, egyes sneakerheadeknél inkább ilyen no-go zónának számítanak, mert hogy egyébként sokan megveszik őket, mert nem csak az a lényeg, hogy pénzed legyen rá, ugyanaz elérhetőség. Ez a két dolog, ami nagyon fontos számítani a cipőknél, hogy egy Yeezy nem csak hogy drága, de hogy még kevés is van belőle. Mindig ezzel szemben, mondjuk egy Ultra Boost, az csak drága, de nagyjából hozzá tudsz jutni. És szóval nekem ez, hogy 500 dolláros cipőt, ami egy teljesen túlárazott. És az a cipő is 70 dolláros. Úgyhogy nem nincs is benne semmi óriási innováció. Például nagyon egy téma volt, hogy még az első verziójánál egy nagyon buszra hasonlító anyagot, dizájnt lehetett találni a sarkán. És nagyon sokan írtak, hogy teljesen lekopiztek,
De például a Bold Family volt, nem tudom, hogy látod a Sneaker Shopping Complex, ami szerintem amúgy egy őrületes sorozat, és én nagyon sokszor nézem, mert tök vicces, tök jól megismered a sztárokat, kosárlabdázókat. Tehát mindegy, a lényeg az, hogy ők azt mondták, hogy gyakorlatilag összeszedte a kedvenc elemeit és összerakta. Mondjuk nekem már a második verzió az sokkal jobban tetszett ott, mert teljesen kivették belőle az olyan pontokat, amik kritikusak voltak. Nagyon sokan mondták például, hogy pont egy Kobe bootleg is, mert a formára is nagyon sokat hasonlít rá. De maga az egész család felfogása nagyon durva. Nem tudom, hogy láttad-e, hogy most van egy új Facebook showjuk, egy reality show, úgymond Facebookon. És ők is azt írják, hogy ők tényleg a saját márkájukat, amit szerintem nagyon jól felépítettek, azt a családi értékeikre próbálják feltenni, és igazából tök őrült az összes valahogy, de mégis van akiknek tök szerethető, mint például Lil Yari, a most nagyon hype-olt rapper, szintén egy Sneaker Shopping részben azt mondta, hogy ő például nagyon imádja a Bol családot, és nagyon szereti őket, de vannak tényleg olyanok, akik egyszerűen rühellik őket, és elkívánnak őket tényleg az egész NBA bizniszből, az egész cipő bizniszből. Szóval nekem Lavarral nagyon komoly gondjaim vannak, és szerintem a fiai karrierje forog kockán, hogy mennyire nyomorítja meg őket. De azért persze van, Lonzo is egy tök nagy tehetség, most második választás volt ugye a draftoknál, most a Lakersnél van, és tényleg van benne potenciál, most tényleg ez nagyon attól függ, hogy még az apja, vagy az egész családja még hogy viszonyul hozzá, még hogy építik, amit te is mondtál. Ha külön-külön nézzük Lonzónak a statisztikai mutatóit, akkor elképesztően jó. Volt már nagyon magas pont értékű meccsen, szeret már 15 lepattanó fölött, adott már 15 gólpasszt, rengeteg labda, mindenre képes, dobni nem tud 50% fölött egyelőre szerencsétlen. Ez viszont tanulható, viszont lehetséges, hogy majd csak a nyáron fognak hozzálátni. Azért lehetető volt, azt mondtam a Sneaker Shopping részben, hogy a három sezmények is nyugodt, visszafogottak volt a kapu, meg még végig ott ordított, you know what I'm saying, man, yeah, you know me, yeah. Azért nagy különbség van az apuka és a gyerekek között, de annyit meg kell hagyni, hogy ő minden idők legfiatalabb kosárlabdázója, akinek meglett a saját signature cipője. Részben szörnyű, amit a Wolf Emily csinál, de részben meg azért megvan benne az a zsenialitás, hogy egy nagyon jó márkát felépítettük maguk köré, és abból lehet tovább építkezni, akár jó irányba is. Így van. Kösz is, srácok, hogy velünk tartottatok ebben a videóban. Köszi, hogy itt voltál, Bazsi, és kibeszéltük az NBA témát. Köszönöm, hogy meghívtál. Ha bármilyen cipőt hiányoltatok volna még belőle, amit láttatok az NBA pályán, és nagyon állatnak tartotok, írjátok meg kommentben, és azt is, hogy nektek melyik volt ezek közül a kedvencetek. Én Double T voltam. Sziasztok!